Hollywood Hollywood. Köszönöm, kívánok, hölgyeim és uraim, ez itt a Hollywood hírügynökség. 12 évesek vagyunk, és egyértelmű, hogy mivel kell ünnepelnünk. Marikári féle tutoriál videó fog következni. Hogyan basszál be három perc alatt? A régvárt minden, mindenhol, mindenkor kritikával. Tudjátok, közel egy évet támadt egy zseniális ötletem, aminek az volt a címe, hogy minden. A Nugátos Párnácska Kvintológia. A terv szerint 5 videó készült volna el egyetlen egy darab héten, kezdve a Minden Mindenhol Mindenkor kritikával, aztán egy Doctor Strange 2 Multiverse of Madness kritika jött volna, aztán egy Marvel sorozatok Tier List, aztán egy Euphoria sorozat kritika, és végül egy TikTok platform kritika zárta volna az egészet. Ez a terv azért volt, zseniális, mert az egyes témák feldolgozásán kívül kialakított volna egy általános véleményt a modern médiafogyasztási szokások romboló hatásáról és a fogyasztói társadalom által kikövetelt teljesítetetlenül maximalista életvezetésről. Az ötlet nagyon okos volt, nagyon érdekes volt és nagyon lehetetlen volt. Ezt az öt videót legyert, ami kicsit több, mint egy teljes hónap lett volna, hogyha semmi mással nem foglalkozom. Amivel persze alapjában véve nincs gáz, én örömmel töltöm minden egyes ébren töltött pillanatomat munkával. Van egy 9 éves lányom a szomszéd szobában, akivel Szerintem három hónapja nem beszéltem. Hallod? Hogy de emellett nem lett volna stream, nincs tiktokozás, nincs két afk küldetés, vállalhatatlan áldozatok. Ezért tehát lemondtam a sorozat legyártásáról, és ez borzasztó fájdamat okozott egy ideig. De aztán rádöbbentem. A sorozat fő filmje pont arról szól, mennyire lehetetlen elérni mindent, mindenhol, mindenkor. Itt volt a szemem előtt a tanulság, a lényeg, az igazán fontos felismerés, hogy ennek a nem csak hogy nem volt esélye elkészülni, de talán úgy jobb, hogy nem is készült el. Találó tanulság. Meg remélem, ti készen álltok elfogadni. Mert hogy én nem, az biztos. Én ugyanis ellentétben a gyenge emberekkel a TikTokról szedem össze a személyiségem. Kelés és menetelés. Aki korán fekszik, szexik. 8 óra munka, nyolc óra munka. 8 óra szórakozok csak, az is munka. Mit nekem a szükségtelen B-tanulságok? Az igazi alfa először beledöglik a munkába, aztán beledöglik az életbe, és ennyi. Úgyhogy jöjjön a minden kritikája mindennel együtt, most. Mehet! Mindenek előtt meg kell beszélnünk, hogy miről szól a továbbiakban az egyszerűség kedvéért csak mindennek hívott film. A történet szerint Evelyn egy agyon nyúzott, szétstresszelt és ezer felé húzott életet élő nő. Mosodája pénzügyi problémákkal küzd, piponya férjével kezd megszakadni a kapcsolata, az apja szörnyű elvárásokkal terheli, és a lányával képtelen szót érteni. A pánik és a túlterheltség kezdi legyőzni a lelkét, de hirtelen egy nem várt kaland rázza fel amúgy is rázós életét. Egy transzuniverzális háború közepén találja magát, ahol egy másik, de párhuzamos földről ideutazott, sokkal vagányabb férje kéri fel, hogy segítsen legyőzni egy a teljes multiverzumra veszélyt jelentő gonoszt. Evelén kapcsolatot létesít a többi univerzumban élő önmagával, megszerzi a tudásukat és a képességeiket, és így egy kvázi minden tudó, mindenhez értő, mindenben jó szuperhős Nekivár, megmentse a multiverzumot, és így magát. Oké, okay. annak ellenére, hogy rettenetesen, de céltudatosan kaotikus a történetvezetés, maga az üzenet és a tematika könnyen tetten érhető. Úgyhogy érjük most tetten. Aha! A film első 20 perce, ami bemutatja Evelyn kaotikus életét, elviselhetetlen. A vágás hiperagresszív, a kameraszögek kényelmetlenek, a narratív tempó. Lehetetlenül követhetetlen. Ezért pedig a nézők egy jelentős része eddig jutott a filmben, és nem tovább. Ahogy azt leírták, a falunapi bebaszod a kültéri cigizőjének megfelelő internetes platformunkon. Az első 20 perc nézhetetlen. Igen, ez így van. Pontosan ez a célja. Nem tudom mély baj, hogy a stresszről szóló film stresszes tempójú. Ez olyan, mintha egy horrorfilmben azt kifogásolnánk, hogy horrorisztikus. Megpróbáltam megnézni az ördögűzőt, de megijedtem, és ezt kikérem magamnak. Pont ez a célja. Na, ne, de! No de mindezen felvezetőn túljutván a film átlép egy multiverzumos kalandba, és itt válik egyértelművé, hogy miről szól a film. V nem, várjatok, még nem tartunk ott. Az, az, szóval a multiverzum megnyílik, és Evelyn hirtelen átlép egy kiválasztotti szerepben, ahol az összes potenciálisan megvalósítható életével kapcsolatba kerül, és így ő lesz minden, mindenhol, mindenkor. Ez az a szimbolikus szupererő, amire igazán vágyott, és mégis itt ráébred, hogy mindez inkább csak terhet jelent neki, mintsem eszközt a boldogsághoz, és itt válik egyértelművé, hogy miről szól a film nem váljatok, mi mindig nem tartunk ott. Igen, Evelyn tehát megszerzi azt a szuperképességet, amitől azt hitte, hogy az élete boldog lehet. Egyszerre sikeres színész, szexi nő, menő küzdősportoló az újai, minden, ami egy boldog élethez kell. Mégis a film kiderül, hogy Evelynnek végérvényesen nem a képességeivel kapcsolatban volt hiánya, hanem a fókuszával kapcsolatban volt tévedése. Miközben azért te hogy minden legyen, elfelejtette, hogy mi miatt akar minden lenni. Szeretőférjét elhanyagolta, a szeretet éhes lányát eltaszította, és így hiába volt a sok teljesítmény, a sok igyekezett a sok eredmény. Az értékek, amik érdekében küzdött, eltemetődtek a görcsös igyekezet alatt. És itt válik egyértelművé, hogy miről szól a film. Egy kicsit, igen. Igen, egy kicsit, de részben csak mert. Mert amellett, hogy a tanulság alapján mi mind ezer emberek akarunk lenni, miközben elfelejtjük, hogy mi az értékes az egy ember létben, azt is fontos látni, hogy mi hozza létre ezt az elvárásrendszert körülöttünk és ezt a vágyat bennünk. Ez pedig az internet. Mert nem csak az igaz, hogy ezer meg egy társadalmi, kulturális, családi és személyes elvárásnak próbálunk egyszerre megfelelni. Én például egyszerre vagyok YouTuber, férfi, nagybácsi elvileg apa. Ki az Isten engedetben már megint? És extrém sportoló, világutazó, magyar, európai és sváb titán. Nagyon sok dolog, aminek gyakran egyszerre kell lenni. De ezek mellett az internet végtelen forgatagában gumikarúszó nélkül lubickolván az elmém is egyszerre 40 helyre akar menni. Ez az oldal az a trend, a reklám, 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 reklám. Amerikai politika, indiai reklám, kínai szociál média platformok. Ezer videó, tízezer TikTok, százezer reklám, 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 reklám. Túl sok az info, az inger a lehetőség. Ezer felé feszül a figyelmű. És ebben a helyzetben kialakult az a sajnálatos állapot, hogy megszűnt a jelen tudatosságunk. Már nem vagyunk itt, soha, csak így úszunk tovább az informatikai árral, mindenben, mindenhol, mindenkor. És itt válik egyértelművé, hogy miről szól a film. Várj, nem ez már volt. Ez tehát is az az is, amiről a film szól, csak nem konkrét történetében, hanem szerkezeti, hangulati és úgy általában filmes eszközeink keresztül. Kapunk itt tehát egy nagyon fontos életbeli tanulságot egy megterhelő korhangulatról, a kiváltó okának stílusával tálalva. Zseniális! Oké, okay, elmondtam, szerintem elmondtam, azt hiszem, hogy elmondtam. Igen, elmondtam is, hogyha nem érteted, akkor veled van a baj. Szerintem nem figyeltél oda mindenre, pedig mennyi minden, az a minden. A film ugyanis csodálatosan alkalmazza a multiverzum történetmesélési eszközét. Puszta látvány és kreatív karakter inspirációk alapjaként is beemeli, persze, de ezek mellett egy mélyebb jelentőséget is tulajdonít ennek a narratív eszköznek, nem úgy, mint a Doctor Strange. Ami mekkora nagy tragédia. Ez a film nekem alapjában véve tetszett, annak ellenére, hogy rengeteg baj volt vele. Úgyhogy most nézzük meg először, hogy mit csinál jól ez a film. A Doctor Strange 2 abszolút nem tulajdonít rétegelt narratív üzenetet a multiverzum használatának, úgy, mint a minden, ugye? De cserébe fenomenális látvány, kreatív világalkotási elemek és szórakoztató kameók eszközeként használja azt. Ezzel kevésbé lesz hangsúlyos a multiverzum használata, mint történetmesélési jelen. Inkább azt a hatást szolgálja, hogy egy igazán őrült és kiszámíthatatlan kalandot éljünk át. És ez a kaland tényleg őrült a legszóbb szerint, mert abszolút várt módon Vanda lett itt az igazi főgonosz, ami teljesen érthető, és én személy szerint imádtam, hogy így szépen lassan egy horror szörnyeteggé változtatta Raimi. Egy ponton konkrétan rettegtem tőle, remekül hozta a parát Elizabeth Olsen, és ez szembe megy a WandaVision eseményeivel. Ami nem jó. De... De itt még jó, ugye? Wanda karaktere itt nyert igazán értelmet. Itt teljesedett ki a története, itt ért vég- Nem, várj, nem, az majd később jön, itt még, itt még jó. Jó, bocs, uh, folytassuk innen. A kreatív vizuális világ mellett tehát Vanda végérvényes bukása és szörnyetegé válása a film tetőpontja. És itt is értünk a csúszda tetejére, mert innen csak lejtmenet következik. A forgatókönyv történetvezetése olyan, mint egy vidéki autámogatott támogatott kulturális beruházás. Egy teljesen szétesett káosz, amivel egykoron még akart valaki valamit kezdeni, de félúton magára hagyták, és így az egész csak egy esztétikus rom maradt. A hangulat folyamatosan ugrál félelem, nevetés és tanulság között. És oké, okay, értem, hogy ez egy multiverzum, de hol a szín Lényeg. Ezek mellett pedig az új karakterek nem, még nem az új karakter pontosabban halálosan irritáló. Találjátok ki, hogy ki ő. Pontosan, mondjuk együtt, egy, egy lány, aki a, a, minden minden a, kulcsol. a kulcsol. Gondosan és még a sötétben is könnyen láthatóan ki van táblázva az út a felé, azt még mégse tudom, hogy hova szarjak bele. Oké, okay, lehet, hogy ez mondjuk egy személyes probléma, ismerős a helyzet. Lány! Van neved? Flora, jó? Felőlem lehetsz, Flora. De még mindez sem meglepő módon a legnagyobb problémája a filmnek. Az igazi gáz itt az, hogy ennek a filmnek elfben van egy főszereplője, de csak elfben. Doctor Stranger semmi újat vagy érdekeset nem tudunk meg. Nem fejlődik vagy tanul semmit. Annyi ebben a filmben a multiverzum, hogy ellentétben a mindennel, ami alátámasztó eszköznek használja. Itt a végtelen káosz simán elnyomja a karaktereket. És most jönnek a karakterek! Yeah! Äh. <laughs> uh. Meg kell hagyni, hogy a Doctor Strange-ben nincs Doctor Strange, és végül is ez egy kicsit igaz a mindenre is. Ahogy azt mondtam, az Arany kecskében szerintem a film leggyengébb pontja maga a karakterfelhozata. És nem azért, mert nem jó színészek játsszák el a jó karaktereket, azért, mert jó színészek játsszák el maximum okén az oké karaktereket. Mivel a film szerkezeti tartalma ennyire sokrétű és színültik töltött, a karakterek maguk nem távolodnak igazán el a szimpla sablon szerepektől. Túlterhelt anya, béna apa, hisztis kislány, menő Jamie Lee Curtis, mind abszolút megszokotta, És tagadhatatlan, hogy ez a fajta karakter szempontból felszínes másodlagosság abszolút igaz a Marvel Univerzum TV sorzataira is. Annyi sorzat van itt, annyi új szereplővel, hogy a rengeteg világépítés, műfajkísérlet és történetkötelesség közepette, el tudnak veszni a karakterek maguk. Wow, sikerült kapcsolni. Ezért most nézzük át az összes Marvel sorozatot valaha, állítsuk őket rangsorba, és beszéljük meg, hogy mit csinált jól a Disney, mit csinálhatna jobban, és hogyan lehetne új energiát adni ennek a TV sorozatos világbővítésnek. Nem váltok az utolsót, azt felejtsétek el, arra nem lesz idő. Minden MCU sorozat rangsorolva kezdjünk neki, és ne felejtsétek el, csak azokat rangsorolom, amiknek van bármi lehetősége bekapcsolódni az MCU-ba. Különben a teljes videó arról, szólna, hogy Iron Fist! Mi a fasz? Volt ez? 15. Inhumans. Technikailag ez a sorozat az Agents of Shield-en keresztül MCU kompatibilis, de atya ég, mennyit próbálkozik a Disney, hogy ezt elfelejtsük. Mert hajjaj! Van baj, jaj, jaj. Ebben a rövid életű, eredetileg filmnek gyártott, de aztán sorozatá átírt szutyokszörben egy csapat rojális holdlakú kalandjait követhette végig az abszolút senki, aki képes volt ezt megnézni. Katasztrofális dialógusok, vérunalmas karakterek, tragikus rendezés, lényegtelen story. Ez a sorozat minden volt, aminek semminek nem kéne lennie. Kirobva a kukába, 14 síhak egy nagyon specifikus ok miatt. Várki, aki nem csak az internetes mémekből ítélkezett a sorozat Felett, hanem eljutott mondjuk Daredevilig is. Igazából tudhatja, hogy f lehetett volna itt valami. A karakterdinamikák megszokottan marvelesek voltak, a jogi oldalú világépítés szerintem kifogástalan ötlet volt, és úgy általában valami jó lett volna egy tényleg vicces, szórakoztató és önironikus szitkomot adni a Marvel univerzumnak. De ez szinte semmelyik elemében nem sikerült. A sorozat belefordult a saját értékpapolásában, és mindeközben elfelejtett érdekes, kreatív, szórakoztató vagy követhető lenni. Ez pedig még Derd de vil, imádni imádnivaló karaktere se tudta igazán megmenteni, ami szerintem nagy kár. Én abszolút többet vártam el, és többet láttam ebben a sorozatban, mint ami belekerült. 13. Miss Marvel. Nem tudom, miért imádja mindenki ezt a szart. Ebben a sorozatban egyedül az a jó, hogy a szökő évente egyszer sikeresen implementált, de itt tényleg jól megalkotott, kulturális reprezentációt láthatjuk benne. Az MCU első muzulmányai, akik nem terroristek, tényleg nagyon szerethetőek, nagyon szórakoztatóak, és amennyire utána néztem, kifejezetten hitelesek. Oszt! Ennyi. Kamalak himelt a kis követ szopogatni. Valószínűleg a teljes MCU legsemmi szuperhőse, és őszintén én nem vagyok hajlandó egy szinten kezelni azt a veszélyhelyzetet, hogy Jin meg azt a parát, hogy vajon a három srác közül melyik fogja lesmárolni. Gyere, Flúr! ezt neked csinálták! Mi? Ja, hogy téged se kötött le? Oh shit! Egészen olyan, mint hogy a tínédzserek nem lennének teljesen hülyék. Húzom a futócipőm, hogy oda ne Oké, okay, é, ti... De nagyon hosszú ez a videó. Oké, okay, szóval gyorsan tudjuk le. Volt egy rakás szórakoztató és igazából élvezhető tévésorozat. A Hokkaiból semmire nem emlékszem, és a Falcon and the Winter Soldier-ből is csak annyira, hogy Zemo táncol, ami vicces volt. Bla 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 bla. A második a Moon Knight. Miért nem szerették ezt az emberek? Nem értem. Kétségtelenül egy nagyon más MCU tartalom volt, de én ennek csak örülni tudtam. Csodálatos történt az önmagad elfogadásáról, minden férfinek meg kellene néznie szerintem. Pedro Pascal fantasztikusan játszott benne, mi? Nem Pedro Pascal játszott benne? Oké, okay, rendben, de azért valljuk meg, majdnem mindenben egy kicsit Pedro Pascal játszik. A Moon Knight egy lázálmos rémtörténet, tele megszakott képregényes karakterekkel és kiszámítható fordulatokkal, de egy MCU téren unikális, mély és értékes mondani valóval is rendelkezik. Ezért nekem ez volt abszolút a második legértékesebb tévés élménye. Az első pedig nem lehetett más, mint a WandaVision. Come on! Minden Marvel sorozatnak ilyennek kellett volna lennie. Ez a történet tényleg kísérleti. Valami, ami filmen abszolút nem működött volna, de tévére tökéletes volt. Az első három epizódban nem lehet tudni, hogy miről szól ez az egész, vagy mit kéne néznünk, és aztán szépen lassan kifejlődik, hogy ez nem csak egy szimpla műfaj paródia, hanem azon keresztül egy embernek egy műfaj képe a világról zseniális. Vanda karaktere itt nye... Basszus, elfelejtettem a sokkert. Vanda karaktere itt nyert igazán értelmet, itt teljesedett ki a története, itt ért véget a személyes útja. Nem ott, ugye, ami ott volt, remekül hozta a parát Elizabeth Olsen, és ez szembe megy a Vision eseményeivel, hanem itt. Váltok, váltok, nem, nem a mindenről csinálunk most kritikát? ja igen, szóval a WandaVision egy lélekkel megáldott kreatív történetmeséléssel tálalt igazán kísérleti minisorozat volt, abszolút minden szempontból az MCU TV műsorok csúcsa. De a minden, mindenhol, mindenkor egy film. Az eufória és az addikció. A minden mindenhol mindenkor történeti alapjának egyik igazi tragédiája, amivel a film specifikusan nem foglalkozik, az az, hogy ez a fajta ezer felé húzó, ezer dologra vágyó életstílus roppant addiktív. Könnyű azt mondani, hogy ne akarjuk mindenkinek megfelelni, mindennel képbe kerülni, mindenhol egyszerre ott lenni, de ez a fajta vágy modern társadalmunkban rettentesen öngerjesztő és borzasztó nehéz elengedni. Ezért most jön egy teljes eufória sorzat kritikus.

napot kívánok, hölgyeim és uraim! Ez itt a Hollywood Hírügynökség, és beszéljünk egy kicsit az addikcióról. is sorzatunk az Eufória, ami egyrészt a drogaddikció nyomoráról, másrészt a gimis lányok életéről szól. És igen, nekem az utóbbihoz igen kevés közöm van. Az egyetlen egy dolog, amit én férfiként biztosan el tudok mondani a női nemről, hogy valahogy el kéne venni az abortuszhoz való jogukat. Viszont az addikció egy sokkal általánosabb téma, és a sorozat egy nagyon korszerű látásmóddal kezeli, úgyhogy nézzük meg. A súlyos addikció és a ment mentális egészségtelenség kapcsolata létezik. Oké? Okay. Ebben a korunkban, amit leginkább úgy jellemeznék, hogy messze túl sok embernek van, messze túl sok mindenre ideje, sikerült megint egy idiótának azt rikácsolni az eufória kapcsán, hogy jaj, ez dicsőíti a droghasználatot. Aha, <laughs> a, ezek az emberek nem jutottak el a bőröndig. Másrészt pedig igen, az eufória úgy mutatja be a droghasználatot, hogy javarészt ez egy jó érzés, de Pont ez a baj vele! Hogyha a kokainnak szarszaga lenne, üresek lennének az elvonók! Amit az eufória tökéletesen mutat be, az az, hogy a retteget félelmiszerek használata széles körben elterjedt a fiatalok körében, Amerikában. Mi magyarok vagyunk, mi keresztények vagyunk, mi egy szoros öleléssel élvezzük ki a szombatestét. De mindezen tovább menvén, szoros kapcsolat van egy ember mentális állapota és az addikcióra való hajlama között. Ez... Ez itt egy teljes 15 perces Hollywood hírügynökség epizód. És, és tök jó szöveg. Egy külön szegmens szól arról, hogy miért van az, hogy míg a női nézők javarészt a srácokra haragszanak, mi férfiak tudjuk, hogy ennek a egész történetnek az igazi főellensége Lexi, aki maga a sátán, és össze kell fognunk, hogy végérvényesen elpusztíthassuk a biblikus gonosz topánkás képviselőjét. Ah! képtelen vagyok. Oké, blablabla bla bla bla, szereplői, Sweeney, Fini, Zendaya, zen bla 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 bla, az eufúria szereplői nem is igazából lányok, hanem végérvényesen szeretet hiány. Így kérlek, felejtsétek el, hogy ez egy csajos sztori, ez egy nagyon-nagyon fontos emberi történet, amit szerintem mindenkinek tudok ajánlani, hogy nézzetek rá, és ha már addikció, TikTok egy teljes platform kritika, nézzük át a létrejöttét, a hatását, a problémáit, és a potenciális jövőjét. A műsor életében először egy teljes platform kritikát készítettem el nektek, amire viszont most rohadtul nincs időnk, úgyhogy blablabla, igen, lopja az adataidat, stb. mindenki megörül. Szóval a készítő kezében egy zseniális eszközöket képviselő platform ez, abszolút szerintem fantasztikus, és kétségtelül a social média jövője lehet, de ezek mellett egy generáció, de leginkább a teljes emberi faj fogja okozni. Pont úgy, mint a minden, mindenhol, mindenkornak a fő gonoszá. Ennek így, ennek így. Jó, bevallom, ennek így nincs, nincs értelme. És ahogy láthatátok, ennek a teljes kritikának a szerkezete pont olyan kaotikus volt, mint a mai filmünk, és így az üzenete is megegyezik a minden, mindenhol, mindenkor alaptémájával. Könyörögve kérlek titeket, ne akarjatok mindent egyszerre megoldani. A nagy sietségben, a rohanásban, az erőködésben pontosan az veszik el először, ami ennek az életnek az értelme. A szeretet, az együttlét, a jelenlevés és az a másfél bekezdés, ami arról szól, hogy Lexi egy szörnyeteg, és én félek tőle. Tudom, hogy ez a film annyira pontosan mutatja be a fékevesztett létvágta élményét, hogy már maga is elsietetnek, értelmezhetetlennek vagy céltalannak tűnhet, de abszolút nem az. Egy nagyon fontos üzenetű, kreatívan szemléltető, fájdalmasan őszinte film és tanulság arról, hogy mi marad a két szék tetején, ha közéjük esünk. Úgyhogy ne feledd, értékeld, amit már elértél, szeresd, ami most vagy, és hagyd abba a teljesítetetlen önelvárásokat. Mert persze, hogy akarsz menni elő felfele tova, de erre csak akkor leszel képes, ha megtanulod szeretni, ami ben vagy, ahol vagy, ami vagy. Én, Szirmai Gergely voltam, holnap találkozunk. Mert Hollywood Hírügynökség születésnap! Három kritika, két speed kritika, három stream és egy új AFK Légió! Én nem vagyok hajlandó magamtól tanulni!